Tolnán kiterjedt és színes civil élet zajlik. Ennek megfelelően a város vezetése fontosnak tartja, hogy évről évre az adott esztendő feladatairól, a finanszírozás lehetőségeiről, a városfejlesztés kérdéseiről kikéri a szervezetek vezetőinek véleményét. Én azt gondolom, hogy egy elég komoly társadalmi szerepvállalás az, amit ők itt a városban is vállalnak, és szerencsére nem politizáló civil egyesületekről beszélünk, hanem kifejezetten a város életét színesítő, programjaikkal színesítő, vagy a saját maguk életét könnyebbé tevő civil egyesületekről beszélünk. Tehát ugye vannak klasszikusan a sportegyesületek, és vannak azok a civil egyesületek, akik részint a saját maguk szórakoztatására, úgymond, de nagyon helyes, hogy összejönnek a saját maguk szórakoztatására, hiszen az is nagyon jó, hogyha akár egy kézi munkaszakör, akár egy népfőiskolai egyesület például, akik fantasztikus előadásokat hallgatnak, szerveznek maguknak és hallgatnak meg. Vagy nagyon fontos egy kórus például, egy művészeti együttes a város életében, de nagyon fontos az is, hogy az idősek, a nyugdíjasok, akik kicsit talán már magányosnak érzik magukat azáltal, hogy a munkavilágában nem vesznek részt, és van szabad idejük arra, hogy egy kicsit saját magukkal és egymással foglalkoznak. Nagyon helyesen, nagyon színes programokat állítanak össze. Nagyon nagy szükség van egy városban a civilekre. Szerintem, ha nem lennének, akkor az nagyon nagy hiány lenne, illetve bizonyos területeken. Én úgy érzem, hogy pótolhatatlanak a civilek, mert az olyan feladatokat, amit az önkormányzat nem tud, vagy nem szeretne, vagy már erőn felül kellene neki felvállalni, ebben nagyon sokat segítenek a civilek, és a városban működő civil szervezeténk, hála Isten, tehát egy stabil közösségek, évek óta tartjuk már évente a civil szervezetek vezetőinek éves találkozóját, és ott is bebizonyosodik, hogy nagyon rövid az időnk, tehát több mint 2-3 órába telik az, mire mindenki beszámol arról, hogy mit tett az elmúlt évben, illetve milyen tervei vannak a jövő évvel kapcsolatosan. Ez is azt mutatja, tehát van miről beszélnünk, van kihez fordulnunk egymáshoz, illetve egymás programjainak a látogatása. A városban két olyan létesítmény, civil ház valósult meg az elmúlt esztendőben, egy Tolnán, egy pedig Mezsön, mely a szervezetek működését segíti. Emellett az éves költségvetés 2 millió forinttal támogatja a közösségek tevékenységét. Fontos bázis a civileknek a városban, és nekünk is fontosak a civilek, fontosak a jelzéseik. Mindamellett én azt látom, hogy egyébként ők az ő tevékenységi körükhöz kapcsolódóan kérnek vagy javasolnak tőlünk. Tehát általában másfajta kérés nem jelentkezett számunk felénk. Úgyhogy én remélem, hogy egy kicsit talán bővülni fog az a kör, akik még egy kicsit aktívabbak. Olyan nagyon sokrétű a civil szervezeteink tevékenysége a városban, hogy nem nagyon tudunk belekapcsolódni egymás tevékenységébe, de például ott van a Mözsi Bartók Béla női kar, akinek a rendezvényeire el tudunk menni, tehát más civil szervezetek is, de mondjuk egy nagy családos Mikulásra nyilván, tehát csak azok a civil szervezetek tudnak eljönni, tehát ezért mondom azt, hogy olyan nagyon sokrétű, de ahol kapcsolódási pont van, vagy például a Caritasnak a szervezésébe különböző tevékenységek, igen, itt besegítenek a más civil szervezetek is. Nem nagyon alakulnak új szervezetek. Igaz, megszűnni sem szűnt meg egyetlen egy sem, hangzott el a megbeszélésen. Ami probléma, hogy nincs megfelelő utánpótlás ebben az igencsak személyfüggő rendszerben. Az a veszély fenyeget, hogyha nem tudnak fiatalítani a civil szervezetek vezetői, illetve hát akik azért a hátukon viszik a dolgokat, akkor később probléma lehet, de bízunk abban, hogy mindenkinek sikerül majd a fiatalítás, és akkor tovább tudnak tevékenykedni. És ahogy az elnök asszony is az előbb megfogalmazta, hogy nagyon sok esetben a fiatalokra volna szükség, tehát hogy az idősebbek, én azt látom, hogy először tesznek, aztán utána kérnek. A fiataloknél ezt egyelőre fordítva látom, de hát a fiatalok is majd bölcsebbek lesznek, aztán lehet, hogy majd előbb-utóbb oda is eljutunk, hogy a fiatalok is először magát az összefogás fontosságát veszik előre, és az ő köreikben próbálnak bizonyos dolgokat megvalósítani. Ehhez nyilván mi a továbbiakban mindenféleképpen segíteni fogunk.
Köszönöm.